Mindenki, aki azt hitte, egy pontot adhat magának. Az még egy jó. Pedig az Budavár bevétele ebben nagyon ügyes volt akkor. Már jó, tartusz. Mindenki, hogy
olasz régiós gyalogos közlekedésen, tiszt a harmadik 21-edből a honvéd közért. De minél többet írják, és három variáció legyen mindegyikre. Szimon. Elkészítésére volt a legtöbb bajotok. Úgyhogy az alapján, aki ezt csinálta, ezt tud kellene. Én csináltam. Ez szuper. Azt nem Thank you.
mondják a szent neveinket. Ezeket a sorokat Petőfi Sándor írta Nemzeti Dal című versében, melyben fennkölt a hang, fennkölt a jövőkép. Tudunk-e mi mai fiatalok olyan hittel állítottak lenni, mint amilyen a forradalom ifjúsága volt? Tudjuk-e Petőfi látomását igazolni? Tudjuk. Már azzal is, hogy itt együtt vagyunk, vagy a hétköznapok vállalt, vagy ránk szabott terveit, az ünneplés idejére felfüggesztettük, és hogy itt és most mi is beletartozunk a Deák Ferenc általános iskola közösségébe, és egyszer s mint a magyar nemzet közösségébe. Erősítse egy jövő tartozásunk érzését és magyarságunk felkutatásának érzését ez a mai ünnepély. Kérem, hallgassák meg, hallgassátok meg mindenki műsorokat, énekeljük el közösen a hímust. Ha megrohanunk, vadállat bennetek, és körmét fog
ugyan véletekkel festi meg. Ha nem mégsem, atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk. Isten neve után legszentebb a nép neve, feleljünk meg becsülettel népiek. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyör közben nézzen ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. A pillanat kerényhez, hogy indultam, az utcán tengernél belődött össze.
Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai és sok száz egyetemista elfoglalta a Landeren Tondát, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Majd kinyomtatták a szabad sajtó első felvételét, a 12 pontot és a nemzeti dalt. Íme a szabad sajtó legelső nyomtatványa! A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Irinyi, a második nyomás Petőfi, a harmadikat én tettem bele. Hogyha a merénylet szerencsétlenül jut ki, minket érjen a csapásnál az áltatlan nyomdai személyzetet. Így lettek kinyomtatva Magyarországon a szabad sajtónak legelső termékei. Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti Örseneget, közös teherviselés képviseltet egyenlőség alapján. Úrbéli viszonyok megszüntetését. Esküdszéket. Nemzeti Bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáikat ne vigyék külföldön, a külföldieket vigyék el tőlük. Politikai státuszunk szavazunk, bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Testvérség, szabadság, testvériség! A városházára indultak, hogy elfogadtassák a szabadság tárgyát. Pest város közülése tájékoztatja a város lakosait március 15-e délelőttére és városház eseményéről. A 12 pont elfogadásáról, a létrehívott választás munkájáról. Pest város közönsége nevében a újítóknak szerencsések hivatalosan értesíteni magyar nemzetet, hogy ami más országunkban polgármérbe került a reformok, az a Pesten 24 óra alatt békés törvényes után kivitte a törvényes egyetértést. A városi tanács elfogadta és magáévá tette a 12 pontot, melyeket nagy részben a nemzet 1700-körzői év óta törvényhozás útján sarviszok sűrtetek. Ezek közgyűlésben az országgyűlésen 5 évvel jött jelenlegésként találkoztak. Éljen! Délután 3-ra gyűlést hirdettünk a Nemzeti Múzeum terére. Leborulnak, és
és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Thank you.
Yeah.